Nyáron is fontos a véradás, erre hívja fel a figyelmet a Magyar Vöröskereszt. A kiszállásos véradó események legnagyobb hazai szervezője szerdán a Vármegyeházán tartott véradást. A megfelelő vérkészlet biztosításához nyáron is napi legalább 1600-1800 önkéntes megjelenésére van szükség az országban. Vért mindenki adhat, aki elmúlt már 18 éves, egészséges, de még nincs 65 éves. Vízzel kínálták az önkéntes véradókat Miskolcon. A Magyar Vöröskereszt minden évben több alkalommal szervez véradást a Vármegyeházán. A nyári hónapokban a szabadságok és az oktatási szünet miatt csökken a véradási aktivitás. A tapasztalatok szerint ilyenkor jóval kevesebben nyújtanak segítőkezet. Egyre kevesebb helyszínen tudjuk szervezni a véradásokat, mert bezártak iskolák, néhány intézmény is egyébként nyári szünetet tart, úgyhogy azt gondoltuk, hogy ha a mai napon egy ilyen nyárindító véradást szervezünk a meleg időben a városközpontban, akkor biztosan sokaknak ez egy kényelmes és egy jól megközelíthető helyszín lesz, akár a nyári szabadságolásuk alatt. Boldizsárné Pók Rita rendszeresen ad vért. A teheti évente négyszer is ellátogat a Vöröskereszt által szervezett véradásokra, hogy segítsen. Segítség. Így tudok segíteni. Mással nem nagyon, de ez szerintem jó érzés. 18 éves koromtól adok vért, amikor tudok jönni. Köszönjük a véredet, köszönjük szépen, hogy eljöttek. A szervezők ajándékkal is kedveskedtek az önkénteseknek a Vármegyeházán. Véradó bárki lehet, aki elmúlt már 18 éves, egészséges és nem töltötte be a 65. életévét. Nagyon szépen kérünk mindenkit, hogyha alapvetően egészségesnek érzi magát, elmúlt 18 éves, és rendelkezik az okmányokkal, a személyigazolvány, lakcím, tajkártyával tud regisztrálni a véradásra, vegyen bátorságot, fogyasszon bőségesen folyadékot, kiadósan táplálkozzon, kipihenten, jöjjön el és próbáljon megsegíteni. Egy önkéntes akár 3 emberi életet is megmenthet egyetlen véradással. A Magyar Vöröskereszt szeretné felhívni a figyelmet arra, hogy nyáron a szabadságok idején is minél többen adjanak vért. Aki pedig idén még nem tette meg, a szervezet honlapján és közösségi oldalán minden szükséges információt megtalál, hogy hol és mikor tud segíteni egy karnyújtással.